Sarkvidéki hideg van az Egyesült Államokban, helyenként mínusz 40 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Az északi és a középnyugati államokban és a keleti parton szakad a hó. Az előrejelzések szerint a rendkívüli hideg egész héten megmarad, sőt még lejjebb mínusz 50 fok alá is mehet. Legkevesebb 55 millió embert érint az ítéletidő. Több helyen köztük Illinois, Michigan és Wisconsin államban rendkívüli állapotot hirdettek. A meteorológusok szerint ez a hideg levegő normál körülmények között az északi sark körül forog, ám most déli irányba fordult, így ért az Egyesült Államokba.